kis szürke jó golyóvisokat, ahogy az alján, a csiszolt dugós üvegnek az alján gurungálnak. Mutassuk ki, hogy valóban ebben a rendszerben jódot látunk, tehát valamennyire oldódott. A keményítővel egy nagyon érdekes színreakciót ad a jód. Ez azon alapul, hogy a jód a keményítőnek a spiráljába be tud illeszkedni, és ott ilyen elektronokban gazdag térbe kerül, megváltozik a gerjeszthetősége, és egy ilyen mélykék szín alakul ki. Most itt van egy keményítő oldat, és a kolléga az előző előadáson beszélt a Tyndall jelenségről, és még ebben a megvilágításban is nagyon jól látszik a fénypászma, ami ugye a pontszerű fénysugárzás hatására a fényszóródás a kollóid részecskéken megfigyelhető. Itt van egy glükóz oldat, és hogyha összehasonlítjuk a kettőt, akkor azonnal láthatjuk, hogy ezt a fénypászmát bizony nem látjuk a glükóz oldatban. Itt egy nanométernél kisebb a részecske méret, tehát a molekula méret, ez nem kolloid rendszer. Most a keményítő oldatnak van egy ilyen reakciója, egy ilyen érdekes színreakciója, kálium-jodidos jódoldattal, rugololdattal, ha megcseppentjük, akkor ugye egy ilyen sötét kék, tehát ha nagyon tömény, akkor majdnem feketének látszik. Nagyon szép ilyen kék komplexet láthatunk. Még egyet, egy picit töményebb legyen. És akkor nézzük meg ezt a bizonyos oldatot, amiről ugye úgy gondoljuk, hogy jód oldódott benne. Ha egy kis keményítő oldatot öntök hozzá, akkor ennek elméletileg meg kellene képülnie. Hát nem annyira kifejezett a történet. De ha meghűtöm, azonnal lehet látni, hogy a szín intenzív sötét képé válik. Hogyha elkezdem melegíteni, a benzin miatt egy kicsit félre rakjuk. Most már ég rendesen. Így. És hogyha ezt az oldatot most melegítjük, nézzük meg, hogy mi történik a színével. Már itt a felülúszóban már is lehet látni, hogy halványodik. Elkezd elszíntelenedni. Ahogy melegszik az oldat, ez a mélykék szín ez fokozatosan eltűnik. És ennek az a magyarázata, itt el lehet mondani a gyerekeknek, hogy ilyenkor a hőközlés hatására a keményítőnek ez a szép spirális szerkezete, illetve az amilóznak ez a szép spirális szerkezete, ez szétzilálódik. Kikerülnek a jó molekulák a spirál belsejéből, megszűnik a gerjesztés, eltűnik a szín. És utána, hogyha ismét hűtjük, ahogy a hőmérséklet csökken, visszaáll a molekulának ugye a szép spirális szerkezete, jó molekulák ismét bekerülnek, és megjelenik az előbb említett ugye, kék színű komplex.